feltérképezése után csapatunk jegyezte az első komoly gólhelyzetet a Ferencváros Videoton rangadón. A 17. percben Lencse lépett ki egy jó labdával, jobblábas lövését azonban hatástalanította Ranilovic. Nem sokkal később jött a Ferencváros első lehetősége, Sembri éleszögből leadott lövése azonban elhúzott a Vidi kapuja előtt. A 25. percben aztán megszerezte a vezetés csapatunk. Balogh Zoltán szándékosan kezezett a 16-oson belül, megakadályozva ezzel egy fehérvári akciót. Kassai játékvezető habozás nélkül befújta a jogos 11-est és sárga lappal büntette a vétkes játékost. A letett labda mögé André Alves állt, brazil támadónk első próbálkozását még védte Ranilovic, a kipattanót azonban Alves a Fradi kapujába vágta, megszerezve ezzel a vezetést a Vidinek. A Ferencváros próbált gyorsan válaszolni, azonban Rósa kapáslövését Bozsovics védte, míg Sembri fejese a kapufáról pattant ki. A 33. percben aztán megduplázta előnyét csapatunk, Gosztonyi jobboldali szögletét Vaskó csúsztatta meg, a hosszú oldalon berobbanó Vasiljevics pedig 8 méterről bevágta a Vidi második gólját, hatalmas örömünnepet okozva ezzel az Üllői útra ellátogató mintegy 2000 Vidi szimpatizánsnak. A szezon talán legjobb játéka a második félidőben is folytatódott, és nem is kellett sokat várnunk a harmadik fehérvári találatra. Az 52. percben egy gyönyörű támadás futott végig a Fradi télfelén, Vasiljevic sarokkal továbbított Andics elé, aki egyből középre lőtte a labdát, a becsúszó Lencse pedig a tehetetlen kapus mellett belőtte a harmadik fehérvári gólt. Ha egy üzlet beindul, akkor nincs megállás. A 61. percben Márko Andis tört előre a bal oldalon, a hazaiak csak szabálytalanul tudták megállítani. A jogos szabadrúgás mögé a sértett áll és 18 méterről gyönyörűen csavart a rövid felső sarokba. 0-4. A fantasztikus győzelemre a korona a 79. percben került fel. Sándor György parádés labdával ugratta ki a védők mögül kilépő Polonkait, aki hanyag eleganciával emelte át a kifutó Ranilovic kapust 0-5 ezzel. A Ferencváros a második félidőben semmi veszélyt nem jelentett csapatunk kapujára. A hajrában a 88. percben Kisiján összejött a 6. gól is, egy eladott labda után Mikolic ívelhetett a kapura, néhány centiméter hiányzott csak az újabb találathoz. A labda a felső léc tetején landolva hagyta el a játékteret. A végéig 5-0, csapatunk kiütéssel nyerte a 19. kör rangadóját, és magabiztosan készülhet a Debrecen fehérvári vendégszereplésére.